Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: virasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a fiúratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon neki? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, és megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi. Az első keresztény közösségnek az volt a vigasztalása, a reménye, az ereje, hogy várta Jézus második eljövetelét, minél közelebb szerette volna, beleérte magát, hogy még az első generáció életében eljön, és csalódás volt számára, hogy tovább kell várni. A középkorban egy más képet látunk, dies irae, a harag napja, amikor majd Jézus újból eljön, az az ítélet rettenetes napja lesz, amely tűznek adja a világot, és ahol a szentek is alig-alig menekülnek meg. Ennek is bibliai alapjai vannak. Ennek a félő, rettegő magatartásnak a visszatérő bíró előtt. Melyik a helyes attitűd? Azt gondolom, testvérek, hogy egyértelműen összetartozik a kettő. Mondom, a középkori magatartásra is kimutathatók a szorosan vett bibliai alapjai. Egyáltalán nincsen szó arról, hogy a Szentírás kizárólag idilli színekben festené Jézus visszatérését, nem fenyegetően is festi. Tehát azt gondolom, hogy a kettőt nem szabad egymástól elválasztani. Jézus úgy beszél, hogy ti majd akkor emeljétek föl a fejeteket, mert eljött a ti megváltástok. Tehát valami, ami rettegés a bűnösök számára, ugyanakkor a szabadító érkezése a világban üldözött hívők számára. Ezt a magatartást ugye akkor tudjuk elsajátítani, hogyha egyfelől elismerjük, hogy bűnösök vagyunk, tehát van okunk tartani Isten ítéletétől, másrészről viszont, hogyha teljes szívünkből megéljük azt, hogy megváltott bűnösök vagyunk, akiknek van okunk bízni az Isten irgalmában. Mind a kettő valóság, de a megszentelő kegyelem állapotában lévő ember számára a domináns valóság mégiscsak az, hogy az az Isten jön el, akit szeretek, hogy magához vegyen és teljesen boldoggá tegyen. Tehát a szolga magatartásától kell, hogy függjön, hogy az urának visszatérésére hogyan gondol. Egyet azonban nem lehet megalapozni a Szentírásból,
azt, hogy ráérünk. Azt, hogy ráérek holnap, amit ma megtehetsz, megteheted holnap is. Ráérek holnap tetszeni az Istennek. Ma elmulasztottam a napi imámat, de ez nem olyan nagy baj, majd holnap imádkozom. Ma engedtem egy kísértésnek, de ez nem olyan nagy baj, majd holnap megtérek. És meg kell mondani, hogy mi erre vagyunk a leghajlamosabbak. Hogy soká lesz, ráérünk még. És vannak napok, amikor ez bejön, vannak aztán napok, amikor nem jön be, vannak emberek, akik teljesen váratlan és hirtelen halállal távoznak az életből, és számukra eljött a bíró, és amit tudatosítanunk kell, hogy az egész univerzum számára eljön a bíró. Mi túlságosan kezdtünk úgy berendezkedni, mintha ez a világ folyamat örökké tartana. Nem tart öröktől, és nem tart örökké. Nem megsemmisülni fog az univerzum, hanem amikor Jézus másodszor eljön, akkor átalakul pokol tüzévé azok számára, akik Isten színről színre látásából kizárták magukat, és az új éggé és új földé azok számára, akik Istent színről színre látják. Ez lesz a beteljesedés, hogy az univerzum teljesen a Szentlélek hatása alá kerül. Most jelenleg egy megosztott univerzumban élünk, ahol a sátán angyalainak is megvan a maguk szerepe. Ez megszűnik, akkor csak két véglet fog létezni. Más szóval az időbeli létezésünk az egy beteljesedésre van számva. Minden, amit az ember csinál vagy vágyik, az beteljesülésre irányul. Lesz egy végső beteljesedés, és ennek a tudatában kell élnünk. Amit most teszek, annak van egy örökké való vetülete. Amit most elmulasztok, annak is van egy örökké való vetülete. És az Úr eljövetelének napját készítem elő minden nap.